Hi! Ez itt a Lapról Lapra, és most bemutatom nektek az eddigi kedvenc könyveimet. Akik már láttak akár csak egy videót is tőlem, azok tudják, hogy Jodi Picoult az én kedvenc szerzőm, de igyekeztem csak a legeslegjobb könyveit berakni ebbe a listába. Így ez a három könyv került bele. Az első és legfrissebb az a Találj rám együtt a szelíd vadakkal. Erről korábban beszéltem, úgyhogy annyira mélyen nem mennék bele. Ez egy nyomozós, kicsit misztikus történet, csavarral a végén. A következő könyv az Egyszerű igazság. Ez volt az első olvasásom Joditól. A történet egy amis kultúrában, egy amis közösségben játszódik, ahol találnak egy halott csecsemőt, és innen indul a nyomozás, aminek nyilván van csavar a végén, ahogy Jodinál mindig szokott lenni. Engem nagyon érdekel az amis kultúra, nagyon izgalmas volt a nyomozás, úgyhogy egyből beszippantott ez az egész világ, és utána nem sokkal Jodi a kedvenc írómmá is vált. A következő kedvenc olvasmányom tőle a 19 perc, ami sajnos manapság is elég aktuális téma, ugyanis Amerikában egy iskolai lövöldözésről szól. Amennyiben jól tudom, ez a könyv egy darabig be is volt tiltva Amerikába, mert sokan úgy gondolták, hogy a lövöldöző pártját fogja az írónő, közben ez egyáltalán nem igaz, csupán bemutatja azt az utat, ami által a lövöldöző azzá vált, aki, és hogy hogyan bántalmazták őt, és hogy hogyan kreál ilyen lövöldözőket az amerikai társadalom. Úgyhogy szerintem nagyon érdekes, itt is, mint mindig, vannak csavarok a végén. Az amis témánál maradva, a következő az Borsa Brown Gyalázat trilógiája, amiből sajnos papír alapon csak ez a két rész van meg, de remélem hamarosan meg lesz a harmadik is. Ez így néz ki, mint látszik, amis világban játszódik ez is. Ez nem gyilkosságos, nyomozós, ez egy viszonylag kellemesebb, romantikusabb történet, bár itt is történik egy-két erőszakos cselekmény, de mint mondtam, engem mindig megragad ez a kultúra, és nagyon jól ábrázolta ezt az írónő, és ezt a különleges szerelmet és szívódást is. És ha már más kultúra és sorozatok, akkor a kedvenc sorozatom a Hercegnő sorozat, ami a Fátyol mögöttel kezdődik, Jean Sassontól, remélem jól ejtem. Ez az arab világban játszódik, állítólag igaz történet arról, hogy Szaúd-Arábiában még a hercegnőkkel és a magasrangú nőkkel is elég szörnyen bánnak, illetve hogyan próbál innen a hercegnő kitörni több-kevesebb sikerrel. Rendkívül izgalmas és megrázó is. Mióta ezt olvastam, több könyvet is olvastam a témában, de azt hiszem, hogy ez a legjobb és a legklasszikusabb az arab világról. A következő, talán az első abszolút kedvencem, az Ken Follettől a Katedrális. Ez a könyv vezetett át engem a tini kisregényekből a felnőtt, komolyabb olvasmányokig. Nehéz összefoglalni, miről szól ez a hatalmas mennyiségű történet, több mint 1000 oldalas. Annyit elmondhatok, hogy a 12. századi Angliában játszódik, és a háttértörténet végig katedrális építése, de ennél jóval több dolog történik ebben az 1000 oldalban. Először nem volt nagyon kedvem elolvasni, mivel láttam, hogy milyen hosszú, de aztán beleolvastam az első oldalba, és az már rögtön azonnal beszippantott, és azt hiszem, hogy 3 nap alatt kipörgettem ezt a hosszú történetet. Rendkívül izgalmas, nagyon nyers, néhol elég brutális is, de aki ettől nem riad meg, annak nagyon ajánlom. Szintén nem egy könnyed olvasmány, és azt hiszem, rájöhettek, hogy nem azok a kedvenceim. Ez Torey Haydentől az Egy gyerek. A Torey Hayden egy gyermekpszichológus. Egy gyerek egy kislányról szól, egy 6 éves kislányról, aki megöli egy társát, ami elég durván hangzik. De aztán így végigvezet minket a könyv, hogy miért történt, és hogyan bántalmazták ezt a kislányt is. Persze ez nem tisztázza a bűnét. Ez a pszichológus nő, vagyis az írónő próbál neki segíteni, illetve válaszokat találni. Azt hiszem, egy éjszaka alatt olvastam ki egy könyvet, és végig bőgtem. Aki nem szereti az ennyire nyomasztott történeteket, semmiképp se vegye a kezébe. Aki ezt bírja, annak nagyon ajánlom, mert rengeteget lehet belőle tanulni a gyermeki gondolatokról. A következő könyv a Virágot Algernonnak, Daniel Keyes-től. Sajnos nincs meg nekem, mert még annó könyvtárról olvastam, de nagyon szeretném majd beszerezni és a polcomon látni. A történet központi témája talán az, így egyszerűen összefoglalva, hogy amikor nem tudunk túl sok mindent, akkor lehet, hogy boldogabbak vagyunk, mint mikor már kinyílik a világ, és több mindent tudunk róla. Ugyanis a történet főhőse egy gyengébb értelmű ember, aki egy kísérlet által elkezd okosodni, és úgymond gyógyulni, és ezzel a folyamattal egyidejűleg elkezd depressziósá és bezárkózottá válni, és a végén arra vágyik, hogy újra csekélyebb értelmű legyen és boldog. Aztán egy következő, szintén klasszikusnak mondható pszichothrillerek világában, Dennis Lehane-től a Viharsziget. Szerintem, aki szereti a pszichotrillereket, azoknak ez egy alapmű. A film is nagyon jó lett, nagyon tetszik az, hogy az utolsó mondat más a könyvben és a filmben, és ez egy kicsit más megvilágításba teszi a történetet. Én egészen a legvégéig nem gondoltam a fordulatra, lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, de engem akkor nagyon megdöbbentett, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki szereti a pszichotrillereket és még nem olvasta, mert ezt muszáj. Szintén alapmű szerintem ebben a kategóriában a Holtodiglan című könyv, illetve a film is elég jól sikerült belőle. Sose felejtem el azt a pillanatot, mikor a könyv átvált, és egy másik naplót kezdünk el olvasni. Ez a csavar egyszerűen nekem teljesen újdonságként hatott, nagyon szerettem, és úgy érzem, mindenkinek el kell olvasni ezt a feleség eltűnős, klasszikusnak tűnő történetet, ami nem az. Ezután Rebecca Donovan Elakadó lélegzete került a listámra. Az egész sorozatot még nem olvastam, csak az első két részét, de terve van, hogy újraolvassam, mert már nagyon rég olvastam az első részt. Ez egy lányról szól, aki egy gazdag kertvárosban lakik, de otthon mégis bántalmazzák az ártajtók mögött, és hogy ebben hogyan segítenek neki, milyen az élete, és hogyan próbálja meg ezt nem mutatni. Szerintem sok szülőnek, sok tanárnak, illetve igazából mindenkinek kéne ilyeneket olvasni, hogy észrevegye a jeleket. Ezt a két könyvet együtt mutatnám meg, mert ezek a legutóbbi olvasásaim során kerültek a kedvencek listára. Az egyik az a Megölni Sarait, ami egy sorozat része, de sajnos úgy tűnik, hogy valamiért nem fogják nálunk ezt folytatni magyarul. Nem azt mondom, hogy korszakalkotó történet, vagy bármi hatalmas dolog lenne benne, mégis annyira jó volt olvasni. Engem kikapcsolt, kellemes olvasmány volt már, amennyire kellemes lehet egy gyilkosos alvilági történet, de az írónak az írásmódja nagyon könnyed, és nem egy megerőltető olvasmány, de mégis érdekes a történet, úgyhogy mindenképp ajánlom egy elolvasásra, és szerintem, ha végre folytatják, akkor mindenképp újra fogom olvasni. A másik Angela Marsons, erről a könyvről már beszéltem, úgyhogy nem is szaporítanám annyira a szót. Az írónő az idei évem nagy felfedezetje, nagyon izgalmasan ír, mindig több szálon fut a történet, több ügyben. Ez lett az egyik kedvencem, mert nagyon szeretem a pszichológiai témát, mint hallhattátok, és ebben eléggé jelen van, de nagyon várom a többi kötetet is, szerintem azokból is lesz pár, amelyik ezen a listán landolnak. Egyelőre ennyi, természetesen volt még nagyon sok remek olvasmányom, de próbáltam leszűkíteni amennyire lehet. Mint láthatjátok, nem a vidám kötetek kerültek ide, majd ezen próbálok változtatni. Valamiért jobban megfognak azok a történetek, amik elgondolkodtatnak vagy borzongatnak, de ideje lenne egy kicsit vidámabb témák után is néznem. Úgyhogy majd meglátjuk, hát ha az őszi olvasmányaimba találok ilyet. Köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb is lapról lapra. Sziasztok!